Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Bejelentem, hogy a szavazat számláló bizottság befejezte munkáját. Megállapította, hogy a titkos szavazásban 361 képviselő a szavazólapot felvette. A jegyzők megállapították, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Dr. Pacolai Péter személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 358 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Az érvénytelen szavazatok száma 6. Az érvényes szavazatok száma 352. Ebből igen szavazatok száma 276. A nem szavazatok száma 76. Az Országgyűlés dr. Pacolai Péter urat a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága elnökének megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés! Most dr. Pacolai Péter úrnak, az Alkotmánybíróság elnökének ünnepélyes eskütétele és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy olvassa elő az esküszöveget, az Országgyűlés tagjait pedig, hogy szokásunknak megfelelően állva hallgassa meg azt. Én Pacolai Péter, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt a többi jogszabállyal együtt, megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Az alkotmánybíróság elnökeként betöltött. Tisztségemből eredő feladataimat. A Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása. És az alkotmány érvényesülése érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott elnök urat pedig, hogy kézjegyével lássa el azokat. Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásához az Országgyűlés és a magam nevében gratulálok, és felelősségteljes munkájához sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, tisztelt Országgyűlés! Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse a közzétételre kerülő országgyűlési határozati javaslatot. Tisztelt Országgyűlés! A közzétételre kerülő országgyűlési határozat szövege a következő. Az Országgyűlés határozata az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20-as törvénynek
az alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezésének megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi 61-es törvény 5-ös szakaszában foglaltak alapján dr. Pacolai Pétert 2011. szeptember 1-i hatállyal az Alkotmánybíróság elnökévé megválasztja. Köszönöm szépen, jegyző úr, tisztelt országgyűlés, megköszönöm vendégeinknek, hogy részt vettek az ünnepélyes eskütételen. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 52. percben áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. Lukács Zoltán, a Magyar Szocialista Párt képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz. Miért taszítja nyomorba az Orbán kormány a beteg idős bányászokat címmel? Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr Cséfalvi Zoltán államtitkár úrat kérte föl a válaszadásra. Lukács Zoltán képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Önök hosszú hónapokig azt ígérték, hogy az elhibázott gazdaság és nyugdíjpolitikájuk árát csupán a rendvédelmi dolgozók nyugdíjának a megvonásával fogják megfizettetni. Ez sem egy gálás ígéret volt, de hát ezt önök mondták. Azután Lázár képviselő úr többet magával egy olyan alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be a ház elé, ami lehetővé tette azt, hogy bárki másnak is a korengedményes, korkedvezményes nyugdíját megvonják és ne folyósítják. Még ekkor is azt mondták, hogy tulajdonképpen csak a rendvédelmi dolgozókról van szó. Azután nemrégiben nyilvánosságra került egy kormányzati anyag, ami szerint 2012-től nem kívánják tovább fizetni több százezer korengedményes nyugdíjat, így köztük a bányászok nyugdíját sem. És itt persze nem csak a bányászokról van szó, több tucat szakmáról van szó, több tucat szakmában nyugdíjba ment, több mint 615 ezer nyugdíjasról van szó, tőlük akarják ezt a nyugdíjat megvonni. Nekem, mint tatabányai illetőségű képviselőnek természetesen leginkább a bányászoktól elvehendő nyugdíjak fájnak, azoktól a bányászoktól, akik tisztességgel megdolgoztak ezért. 25 évig vagy 5000 műszakot kellett teljesíteniük a föld alatt, nem akármilyen körülmények között, hogy ehhez a nyugdíjhoz hozzájussanak, önök most ezt el akarják venni. Sőt, azt is hallani, hogy talán visszahajtanák őket dolgozni, igaz, azt nem tudjuk hova, mert ilyen munkahelyek nem léteznek, vagy talán az önök által bezárásra ítélt Márkushegyi bányaüzembe szeretnék őket visszaküldeni, oda se sokáig, mert nem sokára be fogják zárni. Nem gondolom, hogy jól átgondolták ezt a döntést, nem gondolom, hogy rendben van az, hogy embereknek a szerzett jogait veszik el, nem gondolom, hogy rendben van az, hogy több százezer embertől akarják megvonni azt a korengedményes nyugdíjat, amiért nagyon-nagyon keményen megdolgozott. Nem tudom, hogy tisztában van-e a kormány a nyugdíjfolyósító azon adatával, ami szerint ezeknek a bányászoknak, a korengedményes nyugdíjban lévő bányászoknak a 91%-a nem éri meg az öregségi nyugdíjkorhatárt, tehát 100-ból 91 meghal, mielőtt elérné az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ezek szerint önök a halálig akarnák, vagy a halálba akarnák dolgoztatni ezeket az embereket. Nem tudom, mit ártottak önöknek ezek a szén, olaj, bauxit, uránbányászok, vagy a gépkocsi vezetők, vagy a vegyiparban dolgozók, vagy akár egy egyszerű röntgenasszisztens, ők mind-mind ebben a körben vannak, önök pedig mind-mind el akarják tőlük venni ezt a pénzt. Kérdezem, hogy igaz-e, hogy a fideszes kormány azt tervezi, hogy visszahajtja dolgozni a kedvezményes bányász nyugdíjban lévőket és mindenkor engedményes nyugdíjas? Igaz-e az, hogy megalázó segélyé akarják tenni ezeket a nyugdíjakat? Igaz-e, hogy az utolsó magyar mélyművelésű bányában, a Márkushegyi bányában dolgozó bányászoktól januártól elveszik ezt a lehetőséget, a korengedményes nyugdíjat? Köszönöm szépen. Várom válaszát. A válaszadásra megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Kezdeném talán azzal, amiben egyet érthetünk. Úgy gondolom, egyet érthetünk abban, hogy Magyarországnak ahhoz, hogy kikerüljön abban a helyzetből, amiben jutott, mindenekelőtt gazdasági növekedésre van szükség.
Egyetértettünk talán abban is, hogy Magyarországon ehhez a foglalkoztatás bővítésére van szükség. A foglalkoztatás bővítése nélkül Magyarország nem tud növekedő gazdasági pályára lépni. Egyetértettünk úgy gondolom abban is, hogy a munkalehetőséghez kell segítenünk mindazokat, akik képesek munkavégzésre. És egyetérthetünk abban is, úgy gondolom, hogy felül kell vizsgálnunk minden olyan szabályt, ami eddig lehetővé tette, esetlegesen kifejezetten ösztönözte a munka világából történő idő előtti távozást. És egyetérthetünk talán abban is, hogy ez nem csak magyar probléma, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a demográfiai folyamatok közötti ellentmondás, ez Európa szerte tapasztalható, Európa szerte egyébként a nyugdíjrendszer felülvizsgálata zajlik, Magyarország ebben a tekintetben nem lóg ki a sorból, ugyanazzal a problémával szembesülünk Magyarországon is. Magyarországon annyival másabb a helyzet, hogy nálunk még egy nagyon jelentős adósságteher is van az államvállalatban. Éppen ezért úgy gondoljuk, és talán ez az a pont, ahol eltérés lehet közöttünk, hogy elengedhetetlen a kedvezményes szabályok szerint nyugdíjba vonultak ellátásának felülvizsgálata és átalakítása, és megengedhetetlen az, hogy sok olyan értékes, tapasztalt, életerős ember vonuljon nyugdíjba, akik még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, akiknek helyük és szerepük lenne még a munka világában. A hangsúly ebben az esetben is az egyértelműen a munkavégző képességen van, és nyilvánvaló, hogy a korhatár előtti nyugdíjellátásban részesülők sem egészségi állapot, sem életkor, sem pedig képzettség, sem pedig a különböző szakmák szerint nem azonos csoportot képeznek. Én úgy gondolom, hogy ezt a lépést szükséges megtennünk ennek a felülvizsgálatára. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a korai nyugdíjaztatás lehetővé rendszer átalakításáról még nem döntött véglegesen a kormány, tehát értelemszerűen a bányász nyugdíjasokról sem. Biztosítom arról, hogy a kormány döntését körültekintően az érintettek helyzetének figyelembevételével hozza meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, Lukács képviselő urat elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen. Szívesen elfogadnám, ha válaszolt volna, de nem válaszolt. Ezért azán nem nagyon van mit elfogadni. Azt mondta Schmidt-Pál garancia levele még a választások előtt, mindenki, aki ma nyugdíjat kap a jövőben, és hiánytalanul meg fogja kapni. Úgy látszik, mindannyiunk előtt világos lehet, hogy ez nem volt igaz. Azt mondta Lázár János ebben a házban május 16-án, magyarul a mi javaslatunk a rendőrökre vonatkozik, de nem vonatkozik a bányászokra. Vonatkozik a határőrökre, ugyanakkor nem vonatkozik a vegyészekre, vonatkozik azokra, akik rendészeti ágazatszolgáltatói voltak korábban, de nem vonatkozik például a zenészekre. 28-án, e-hónap 28-án Pósfai úr, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója már beismeri, hogy mindenkiről szól van, nem csak a rendvédelmisekről. Tisztelt államtitkár úr, nyilván nem mindenkinek ugyan az egészségi állapota, de egyszer fáradjon el Tatabányára, és nézze meg, milyen az egészségi állapota annak a bányásznak, aki 4 fokos vízbe combigálva fejtette a szenet, és ugyanez a víz csorgott a fejére is. Kívánok önnek ilyen napokat, és akkor azt gondolom, hogy rá fog jönni, hogy kikről beszél és mit beszél. Nem fogadom el a válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 201 igen szavazattal, 82 ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Volner János, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Egy kulcs a kudarchoz címmel. Volner János képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, önök immár egy éve, hogy kétharmaddal kormányoznak, meglehetősen erős társadalmi felhatalmazással bírnak, és ideje hát, hogy az egyéves mérlegét a kormányzásnak gazdaságpolitikai szempontból is megvonjuk. Nézzük át, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak, nagyon röviden és tömören. Először is
A közelmúltban megtudhattuk Matolcsi miniszter úrtól, hogy 500 milliárd forintba kerül Magyarország számára az egykulcsos adórendszer bevezetése. Ez az a bizonyos adórendszer, amit oly sokszor kritizáltunk, hiszen a munkavállalók 85%-a számára az APEC jövedelmi statisztikái szerint jövedelemcsökkenést hoz. Megtudhattuk azt is, hogy az elmúlt időszakban, mióta bevezették ezt az adórendszert, semmiféle gazdasági kifehéredés, amit önök vártak, nem történt ezen a téren. Megtudhattuk azt is a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett adatokból, vagy a KSH adataiból is, hogy a várt gazdasági növekedés érdekes módon csak a külföldi ipari vállalatoknál következett be, azoknál a cégeknél, amelyek jólészt nyugat-európai vagy amerikai érdekeltségek. Ezeknél 17%-ot ért el a gazdasági növekedés, a magyar KKV-szektornál pedig rekordszámú csődökről számolhatunk be. Ezek tehát a tények. Van egy kétmotorú gazdaság, a magyar KKV-k csődbe mennek, vegetálnak, egyre inkább nehéz helyzetbe kerülnek az önök kormányzása alatt, ezzel szemben a multinacionális tőke éppen attól függően, hogy mennyire megy a nyugat-európai piac, teljesen független az önök politikájától, vagy működik, vagy nem működik. Mindenkit meglepett azonban az a tény, amikor miniszterelnök úr elkezdett arról beszélni, hogy Magyarország levált az IMF köldökzsinórjáról, hát egész egyszer nem értettük, hogy miért. Röviddel, egy héttel, mindössze azután tette ezt a kijelentést miniszterelnök úr, hogy önök 500 milliárd forintot költöttek el IMF hitelből a MOL részvények visszavásárlására. Hát kérdezem önöket, képviselőtársaim, miféle köldökzsinórról való leválás az, amikor valakinek 500 milliárd forint értékben elköltjük a pénzét, hitelt veszünk föl tőle. Megjegyzem egyébként, hogy más tekintetben is maximum csak köldökzsinó cseréről beszélhetnénk, hiszen hogyha megnézzük most a magyar állampapírok finanszírozását, azt láthatjuk, hogy a magyar állam jelenleg 7-8% között jut a nemzetközi pénzpiacokon hitelhez. Erre aztán nagyon büszke a Nemzetgazdasági Minisztérium, és elmondja, hogy 5-szörös túljegyzés kíséri a magyar állampapírok piacra dobatalát. Hát én ezt nem tartom olyan nagy eredménynek. És meg kell, hogy jegyezzük azt is, amit a mai hírszerző lehozott, hát most éppen Irina Ivascsenko asszony, az IMF magyarországi vezetője veregeti meg a kormány vállát, nagyon elégedett a kormány teljesítményével, ahogy fogalmazott, megtették azokat a megszorító intézkedéseket, amelyeket ők kértek tőlük. Idézem szó szerint, a 2011-es költségvetés elfogadása előtt nem ugyanúgy gondolkodtunk számos gazdaságpolitikai lépésről, de az azóta beköszöntött változásokat csak üdvözölni tudjuk. Hát gratulálunk az IMF kormányának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A Nemzetgazdasági Miniszter úr válaszadása Cséfalvai Zoltán államtitkár úrat kérte föl. Szóval tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mindenkül egy apró módosítás, amit említett az IMF itteni képviselőjének interjú. Ha figyelmesen végigolvassa, akkor abban azért azt a mondat tapasztalható, hogy azt üdvözli, hogy Magyarország strukturális reformokat hajt végre. Én úgy gondolom, hogy ez a kormánynak és ez a parlamentnek is a legfontosabb feladata, hogy strukturális reformokat hajtson végre, át kell alakítani és át kell építeni ezt az országot annak érdekében, hogy valóban versenyképes legyen, és hogy le tudja győzni azt az adóssághalmazt, amit az előző kormányoktól örökölt. Az igazi lényeges különbség az, hogy Magyarország ezt önállóan és szabadon teheti meg. Önök, tisztelt képviselő hölgyek és urak, önök döntik el, hogy milyen lépésben, milyen eszközökkel csökkentjük az állam adósságát, és milyen lépéssel és milyen eszközökkel, milyen menetrendben alakítjuk ki a stabil államháztartás viszonyait. Ezt nevezném én egyébként, ha már erről szó esett a fogalom is, a szabadságharcnak. Valóban ez a szabadság, hogy a magyar gazdaságot és a magyar államháztartás adósságát képesek vagyunk a piacról szabályozni. A piacról való szabályozás, a piacról való finanszírozásnak, ezt ön említette az előbb, egyik legnagyobb erénye az, hogy nincs mögötte politika. Világos, egyértelmű jelzéseket küld a piac, vagy veszik, vagy nem veszik a magyar állampapírokat, és ezt ön is említette, a magyar állampapírokat veszik, sőt túljegyzik, mint egy bizalmat szavazva a magyar gazdaság politikának. Kérdése másik arra vonatkozott, az egykulcsos adórendszerre. Én egy picit másképp fogalmaznék, mint ön, hogy miszerint az 500 milliárd forintba kerül. Én úgy fogalmaznék, hogy 500 milliárd forint marad az adók fizetőknél. Ennyivel növekszik, nem tudom, hogy ez ön számára érték vagy sem, én úgy gondolom, mi számunkra érték, az adófizetők szabadsága.
Minden egyes fillérrel, amit az állam nem veszel öntől, mint adófizetőtől, azzal növekszik az ön szabadsága is. Természetesen, hogyha önök számára a szabadság nem fontos, és azt szeretnék, hogy az állam minél többet vonjon el az adófizetőktől, hogy aztán az elvont pénz saját belátása szerint visszaosztogassa különböző társadalmi rétegeknek, és ezért még hálát is várjon el az állam az adófizető polgároktól. Természetesen szíve joga ezt vallani, csak arra kérni, hogy egyszer vallja be, hogy mi ez, mert ennek van egy rendes neve, úgy hívják, hogy szocializmus. Tehát vallja be, hogy ezt szeretné. Ez is egyfajta logika. Ez szerint is lehetne haladni, arra kérni, hogy akkor legalább tiszta fogalmakat használjuk. Az egykulcsos adó bevezetésének nyilvánvalóan látható lehetősége az, hogy a jövedelem eltitkolásnak a körülményeit szűkíti. Egyszerű maga az adózás, munkára ösztönöz, ezt nagyon sokszor említettük már itt ezek között a falak között is, és keresletet támaszt, aminek látható jelei is vannak. Korábban már említettem egyébként a foglalkoztatásban bekövetkezett trendváltozást, végre növekszik a foglalkoztatás és csökken a munkanélküliek száma. Szerintem úgy gondolom, hogy ha az első év mérlegét meg kellene vonnunk, akkor a kormány a kettős kihívásra jól válaszolt, konszolidálta a költségvetést, egyúttal komoly lépéseket tett a gazdasági növekedés beindítására, tette mindezt úgy, hogy erősítette Magyarország és a magyar adófizetők szabadságát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, Bolnár János képviselőt elfogadja az államtitkári választ. Természetesen államtitkár úr válaszát nem tudom elfogadni, és emlékeztetném, mit is mondott nekünk miniszterelnök úr a napirend előtti felszólalásában. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy azokat támogassuk, akiknek amúgy is sok van. Hát uraim, az önök adórendszere pont azokat támogatja, akiknek amúgy is sok van, ezért kapják a vállonveregetést az IMF-től, mert hűen végrehajtották az IMF megszólításokra vonatkozó diktátumait, és akkor, amikor arra gondolunk, hogy idén nem a felelős gazdaságpolitika segíti önöket hozzá a költségvetési egyenleg javításához, hanem az, hogy 529 milliárd forintban fölélik a magánnyugdíj pénztári vagyon, ez minden csak nem fenntartható gazdasági fejlődés, ez minden csak nem egy olyan politika, amit támogatni lehet. Ez az IMF politikája. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 196 igen szavazattal, 87 ellenében, 2 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Bánki Erik, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Erőforrás miniszterhez. Életmentő infúziót a sportkórháznak címmel. Bánki Erik képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. 1942 óta végzi a sportkórház az Országos Sportorvosi Intézet által beutalt beteg vagy sérült sportolók gyógykezelését. 1952-ben az egészségügyi miniszter rendelkezett a testnevelési és sportegészségügyi hálózat feladatairól. Ezzel tulajdonképpen megalakult a klasszikus értelemben vett Országos Sportegészségügyi Intézet a sportkórházzal, mely igazi hungarikumnak számít. Az új épület alapkőletétele 2002. március 16-án volt, de a szocialista kormányok sportot és egészségügyet érintő elvonásainak következtében az építkezés mindössze 60%-os mértékig valósult meg. 2007-ben az országos fekvőbeteg ágyszámleépítések, átcsoportosítások nyomán további bezárások történtek, így végül 2 speciális feladatot ellátó osztály maradt meg csupán a sportkórházban. 2009. évben történt vezetőváltás következtében a folyamatos kapacitás átcsoportosítások nyomán fejlődésnek indult, sőt újraélt a sportkórház. Ezen feladatokban a teljesítmény volumenkorlát 120%-át teljesítik, és az országos egészségbiztosítási pénztár adatai alapján a sportolók több mint 50%-át ők látják el, holott csökkent feladat és bizonytalansági tényező az életben maradás esélyét csökkentette folyamatosan. A jelenlegi szakmai feladataihoz tartozó járó- és fekvőbeteg szakellátás mellett a megújult teljesítménydiagnosztikai kutatóosztály, mely európai színvonalon végzi munkáját, a 106 telephelyen működő országos sportorvosi hálózat és a válogatott keretet ellátó szolgálat is.
Ez utóbbi végzi a magyar élsport ellátását és sportegészségügyi felkészítését is. 2011 májusának végén a folyamatos tárgyalásokat követően megszületett a döntés, hogy a 2012. évi londoni olimpia sportegészségügyi szakmai irányítója és felkészítője az OSEI lesz. A megállapodásnak megfelelően ők végzik 550 élsportoló kiemelt sportegészségügyi ellátását 10 telephelyen közel 100 millió forintos kiadással. Létrehoznak egy call centert a válogatott sportolók és olimpikonok sürgőségi ellátása céljából, körülbelül 15 millió forintos költséggel. Illetve egységes sportegészségügyi informatikai rendszert alakítanak ki 100 millió forintos kerettel. Kérdezem tisztelt miniszter urat, mennyire elkötelezett a kormány a 60 éves múltú sportkórház meggyógyítása mellett? A 2012-es olimpiai csapat sportegészségügyi ellátását és felkészítését hogyan tudja segíteni majd a sportkórház? Mikor várható a kormány előterjesztés a fent megjelölt három pontban, illetve mikor állhat fel a call center és mikortól kezdődhet az egységes sportegészségügyi informatikai rendszer működése, mely nélkül elképzelhetetlen a sportorvosi hálózat korszerű működtetése? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Réthei Miklós miniszter úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Sajnos, mint ahogy ön is mondta, a szocialista kormány évek által meghozott intézkedések, illetve a meg nem hozott döntések oda vezettek, hogy az egészségügyi ellátórendszer egészének veszélyeztették a működését. Nem történt ez másként a sportegészségügy területén sem. Ilyen előzmények után kell a Nemzeti Együttműködés kormányának alkalmassá tennie a hazai sportegészségügy központi intézményét, az Országos Sportegészségügyi Intézetet, hogy a szakmai feladatait magas szinten láthassa el, többek között a 2012-es londoni olimpiára való felkészülés jegyében. Az intézetet a kapacitástörvény is súlyosan érintette, de az is nagy problémát jelentett, hogy a 2008-as pekingi olimpia óta nem történt megfelelő intézkedés az intézet helyzetének rendezése érdekében. Az Alkotás utca épület felújítása ugyan elkezdődött, azonban a szocialista kormányok sportot és egészségügyet érintő elvonásainak köszönhetően az építkezés mindössze 60%-ig valósult meg. Tisztelt képviselő úr, ön előtt is ismeretes, hogy a magyar közlöny 71. számában megjelent a Semmelweis tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítása járó feladatokról és a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló kormányhatározat, amely az egészségügyi ellátórendszer kialakításához vezető út kiinduló pontját jelzi. Képviselő úr kérdéseire válaszolva elsőként arról tájékoztatom, hogy a kormány a sportkórháznak kiemelt szerepet szán a sportolók 2012-es londoni olimpiára való sikeres felkészülése során. A cél, hogy az olimpiai, paralimpiai sportolók és az alkeret tagjainak biztosítsuk a megfelelő, korszerű, kimagasló színvonalú, azonnali egészségügyi ellátást. Ennek megvalósítása érdekében került kialakításra az Országos Sportegészségügyi Intézet központi telephelyén az a call center, amely ingyenesen hívható telefonszámán a nap 24 órájában fogadja a sportolók hívásait, és a sérült sportolót szakképzett személyzet segítségével elirányítaná abba az egészségügyi intézménybe, ahol az adott sérülést a legmagasabb szinten el tudják látni. A kerettagok előzetes beszélések alapján mindegy 550 élsportoló eredményes ellátásának biztosítása és a teljes területi lefedettség érdekében 9 intézménnyel, többek között az orvosegyetemek klinikáival, gondolunk itt valamennyi orvosegyetemre, Budapesten, Pécsen, Debrecenben, Szegeden, tehát ezekkel kerül sor szerződéskötésre. A szükségessé váló diagnosztikus vizsgálatok és terápiás ellátások mellett azonban nagy hangsúlyt kell fordítanunk a rendszeres sportegészségügyi szűrővizsgálatokra és a teljesítmény diagnosztikai vizsgálatokra, valamint a sportolók megfelelő táplálkozására is. Ennek érdekében az Országos Sportegészségügyi Intézet várhatóan a kerettagok szűrését és terheléses vizsgálatát, dietetikai tanácsadását végzi majd el a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosítandó fedezett terhére. Emellett a tervek szerint a sportolók egészségügyi